A hittervezési feladat megoldási menetét követően a rajzos munkarész elkészítése, illetve a számítások elkészítése a következők szerint történik. Egy feladatlapot láthatunk. Egyik feladatlap az egy egyszerű vasbeton lemez tervezéséhez szükséges alapinformációkat tartalmazza. A terhelési osztály mindegyik feladatlapon C típus, a hídnyílás, ez feladatlaponként más, a tartó statikai rendszere az vagy egyszerű lemez, vagy szegélybordás vasbeton lemez, a csatlakozó út szélességi méretei, a koronaszélesség az ugyanaz mind a két típusnál, a burkolat szélesség viszont az egyszerű vasbeton lemez esetén 3,50 m, a szegélybordás lemez esetén pedig 3 m. Az útpálya emelkedője egységesen mindegyik feladatlapon 0%, a mederfenék szint, illetve a szerkezet alsó ére szint, amelyek a szerkezeti tervezéshez szükségesek, az mindenkinek külön megvan adva. A talaj pedig kódszámmal van megadva, egy táblázat segít majd a kódszámhoz hozzárendelni a megfelelő talajt. A rézső lezárás módja az egyszerű vasbetonlemez esetén párhuzamos szárnyfal, szegélybordás vasbetonlemez esetén pedig merőleges szárnyfal lesz. A szerkezeti tervezés AutoCAD-ben való megvalósításához készült egy konstrukciós alaprajz, ahol láthatók az egyes nézetekhez tartozó tengelyek, ez lenne a hátul nézet, illetve keresztmetszet, ez az oldal nézet, illetve hosszmetszet, illetve a felül nézet. Itt ebben a konstrukciós rajzban a méretezési stílus is beállított, ahogy látható, M=1 a százas a méretarány, tehát megegyezik az úttervezési feladat keresztszelvény munkarészének méretarányával. A bemutatóhoz némileg előkészítettem ezt a konstrukciós alapot. A bemutatandó minta feladatnál a mederfenék szint, illetve szerkezet alsó éle szintek itt be vannak jelölve. Ugyanis az első feladat a saját feladat megoldásánál az az lesz, hogy egy magassági skálát kell itt elhelyezni a keresztmetszet, illetve hátulnézeti rajz oldalán, annak érdekében, hogy itt a magassági skálán tudjuk majd felvenni a feladatlapon megadott mederfenék szintet, illetve a szerkezet alsó éle szintet. Fontos az, hogy a mederfenék szintje alatt még legalább 1 méterre álljon rendelkezésre, itt a megadott tengelyre, hogy ráférjen. Úgy kell majd megválasztani a kerek métereket. A egy méteres magasság különbségek egymástól, ugye, itt 10 autókedre rajzi egységre vannak, úgy, ahogy az a keresztelvények munkarészben is volt. A bemutató rajzon az egyik oldalon egy egyszerű lemez konstrukciós rajzát mutatom be, a másikon pedig a szegélybordás lemeznek a konstrukciós rajza fog készülni. Mi az első lépés, minek után felvettük a mederfenék szintet, illetve szerkezet alsó éle szintet? Érdemes ugye itt a magasság különbséget ellenőrizni is, hogy itt például ugye 2 méter 10 centinek kell lenni egy távolságméréssel, hogyha ezeket felraktuk, érdemes meggyőződni róla, hogy ez megfelelő-e. 21 autókedre rajzi egység, tehát stimmel 2,1 méternek felel meg. Az első lépése a szerkesztésnek az, hogy a hiányzó szinteket felvesszük. Milyen hiányzó szintek vannak még? A mederfenék szint alatt foglal helyet az alapozási sík, legalább a mederfenék szintől 1 méterre kell ezt felvenni. Párhuzamos rajzolással, ugye ez 10 autókedre az egység, az 1 méter, tehát vegyük fel az alapozási síkot, illetve
van még egy sík, amit itt célszerű felvenni, még egy szint, ez pedig a mederfenék szinttől ilyen fél méter, 70 centi távolságra, tehát legyen ez most fél méter, tehát 5 autókedrajzi egységre a terepszint. Az egyes szintekhez ugye látható, hogy egy tárcsa tartozik, a tárcsán pedig fel vannak tüntetve az, hogy mik ezek a szintek. A méret fólián, ha vagyunk, akkor a beparancsal behívhatjuk ezt a tárcsát, az a neve, hogy tárcsa a blokknak, és ezt el is tudjuk helyezni. Az egyes szinteken, illetve egymás alá tudjuk rendezni ezeket a tárcsákat. Ha a mozgat parancs esetén az ortó be van kapcsolva, akkor szint ugye nem változik, de szépen egymás alá lehet rendezni őket, illetve rá lehet írni az egyes szinteket, másolunk szöveget, feltüntetjük rajt, ugye ez lesz akkor a terepszint. Terepszint, ez 200,50, illetve a mederfenék szint alatt egy méterrel foglal helyet az alapozási sík. Akkor az pedig magassági skálán 199-nek felel meg pontosan. Ha a szinteket így beállítottuk, akkor a szerkesztés első lépése az, hogy kijelöljük, hogy a főtartó lemezünk az milyen szélességű lesz. A főtartó lemeznek a szélessége minimálisan a csatlakozó út koronaszélességével egyezik meg. A rajz végén majd kirajzolódik a csatlakozó útnak egy töltési keresztszelvénye is. Erről majd a későbbiekben ejtünk még szót. Tehát most az első feladat az, hogy a szerkezet alsó éle, ugye ez a monolit vasbeton lemeznek az alsó síkja, ugye ezzel majd párhuzamos kell húzni olyan távolságra, mint amilyen távolságra, vagy amilyen vastagságra a vasbeton lemezt majd megválasztjuk. Először akkor rajzoljuk be a lemeznek a szélességét. Ez minden feladatlaponnak megfelelően a koronaszélesség a csatlakozó útnak minden esetben 5 méter, tehát ennek a felével, tehát 2,5 méterrel, vagyis 25 autókedrajzi egységgel kell párhuzamost húzni. Egyik irányban, másik irányban. Ha ez megvan, akkor a következő lépés már az kell, hogy legyen, hogy megválasszuk a főtartó lemeznek a vastagságát. A főtartó lemeznek a vastagságához ki kell számolnunk egy fontos adatot, ez pedig a támaszköz. Nézzük, hogy ez hogy történik. A közreadott szerkezeti tervezés dokumentumban megtalálhatók a képletek, illetve egy mintaszámítás, ami most éppen látható is. Itt a mintafeladatban a kis L-lel jelölt hídnyílás, vagy szabadnyílás, az 4 méter 10 centi. Itt a képletben a kis L, ez 4 méter 10 centi. Hogy számítjuk ki a támaszközt? A lesarkítással növelt hídnyílás 5%-kal növelt értékéről van szó, tehát 1,05-ször 4 méter 10 a szabadnyílás plusz 0,20, mert 2x0,10 ez a lesarkítás, ez tulajdonképpen a hídfő homlokfalának felső részén egy 45 fokos lesarkítás figyelembevételéről van szó, annak érdekében,
hogy a monolit vasbeton lemez terhelés hatására történő behajlása ott utólagosan él lerepedést, illetve él megrongálódást ne okozzon, ezért előre lesarkítjuk. Itt tehát kiszámítottuk az LX támasz közt, ami ebben a minta példában 4,515 méter. Hogy választunk lemezvastagságot? Megvan egy tólik határ, LX per 15, illetve LX per 17. A minimális lemezvastagság az 12 cm lehet. Itt a mintaszámításnál az LX per 17, tehát a lehető választható legvékonyabb vastagság szerepel, az 0,27 cm. Jó, térjünk vissza az autókedrajzra, és húzzunk párhuzamost. A szerkezet alsó élével, ugye 27 centi, az 2,7 autókedrajzi egység, ami kijelöli már a monolit vasbeton lemezünknek a felső síkját. Hogy itt majd a szerkesztés során ne zavarjanak a túlnyúló vonalak, ezért lemetszük őket. Jó. Ha belenagyítunk a rajzba, akkor itt a szerkesztéshez ugye erre szükség is lesz. Akkor megrajzolhatjuk a lemeznek a végét jelölő vonalat a szerkesztfóliára. Jó, tehát minden vonal a szerkesztfóliára kerül. Megvan a lemezünk, vasbeton lemezünknek a szélessége, vastagsága. Most következő lépés az az, hogy megválasztjuk a kerékhárítónak a szélességi méretét, majd berajzoljuk a híd pályaszerkezetének rétegeit, majd pedig megválasztjuk a kerékhárító vastagságát. Nézzük először az egyszerű vasbeton lemez esetén, hogy hogyan választunk kerékhárító szélességet. A kerékhárítónak a szélessége összefügg a híd hasznos szélességével. Mit is jelentenek ezek a fogalmak? Nézzük meg, hogy a mintaszámításnál ez hogy történik. Jó, mintaszámítás, ugye lemez szélesség, az megegyeztünk, hogy minden feladatnál ugye 5 méter. Ez az ellenőrzés arról szól, hogy a burkolat szélességnél legalább 40, jobbról-balról 40-40 cm-rel legyen nagyobb a hasznos szélesség, vagyis hogyha 3 méter 50 a burkolat szélességünk, akkor a hasznos szélességnek legalább 4 méter 30-nak kell lenni. Hogyha 3 méteres a burkolat szélességünk, akkor 3 méter 80-nak kell minimum lenni a hasznos szélességnek. Jó. Ez az egyik. A másik feltétel az elhelyezésnek az, hogy ha megvan a kerékhárítónak a szélessége, illetve megvan a hasznos szélesség, akkor meg kell tervezni azt, hogy a kerékhárító szélességének hányad része kerül a lemezre, és hányad része lóghat le. Hát ez az arány, ez kétharmada lemezen, egyharmada pedig lelóg. Kerékhárító vasbeton lemez illesztése úgy történik, hogy kétharmad kerékhárító szélesség a lemezre essen, egyharmad lóghat le a lemezről. Jó, az egyik esetben a rajz bal oldalán, egyszerű vasbeton lemez esetén a burkolat szélesség mindenki számára 3 méter 50, szegélybordásnál viszont 3 méter. A hasznos szélesség, tehát az egyszerű vasbeton lemez esetén az 4 méter 30-nak kell lenni. Hogy ez meglegyen, ahhoz a
választható minimális szélességű kerékhárítót kell tervezni, ez pedig 50 cm, méghozzá az előírások szerint a kerékhárítóra erősített korlát síkjától legalább 50 cm szélességűnek kell lenni a kerékhárítónak, tehát ebben az esetben a kerékhárító homloklapjára fogjuk rácsavarozni majd a korláttartó oszlopokat. Ha 50 cm-es a kerékhárítónk, akkor az 50 cm-ből 30 cm legyen a lemezen. Ugye 2x30 az 60, ha 35x35 cm az 70 cm, tehát pont 4 méter 30 hasznos szélességünk marad. Tehát most hozzunk párhuzamost a lemez szélének vonalával, kifele a 35 cm, befele, akkor kifele 15 cm, tehát 1,5 autókedrajzi egység. Befele viszont 3,5 autókedrajzi egység lesz. Így kialakult az 50 cm-s kerékhárító szélesség. Nézzük meg, hogy a szegélybordás vasbeton lemez esetén ez hogy alakul. Szegélybordás vasbeton lemez esetén a burkolat szélesség 3 méter, tehát tulajdonképpen 3,80 méter a minimális hasznos szélesség a hídnak ebben az esetben. Válasszuk ebben az esetben a lemez szélességet jelölő vonalt, szélét jelölő vonaltól befelé 50 cm-re a kerékhárítót, illetve kifele pedig ugyanúgy 15 cm-re, mint az előbb. Az előírásoknak nem mond ellent, nem pont kétharmad, egyharmad arányban, de így a szegélybordás vasbetonlemez esetén is a kerékhárító elhelyezhető. A szegélybordás vasbetonlemez esetén a korlát tartó oszlopok azok a kerékhárítóba betonozhatók, méghozzá úgy, hogy a most kijelölt vasbetonlemez szélét jelölő függőleges vonal esik egybe, korláttartó oszlop belső síkjával, majd ezt fogjuk látni. Tehát akkor húzunk párhuzamost 50 cm, 5 autókedrajzi egységre befelé. Illetve ugyanúgy 1,5 autókedrajzi egységgel kifelé. Természetesen saját feladatnál, vagy az egyszerű vasbeton lemez szerint kell eljárni mind a két oldalon, hiszen ugye ugyanarról a hidról beszélünk, szegélybordás vasbeton lemez esetén pedig a jobb oldali ábra szerint kell eljárni. Megvan tehát a kerékhárítónk szélességi mérete. A következő lépés az az, hogy a kerékhárítónak a vastagságát megválasztjuk. A kerékhárító vastagságának megválasztásához megint lépjünk vissza a mintaszámításhoz, és itt nézzük meg, hogy milyen előírás van a kerékhárító vastagságára. A kerékhárító vastagsága VK a minimális vastagság, ez a V-min, ez a kerékhárító belső síkjánál értelmezhető. Itt a legvékonyabb hídpályaszerkezeti rétegeket alkalmazzuk. Ennek itt a kerékhárító híd közép felé eső belső síkjánál kell értelmezni a kerékhárító azt a fontos magasságkülönbségét, hogy ettől a síktól minimum 15 cm-re, maximum 20 cm-re lehet a kerékhárítónak a felső síkja. Itt a minta példában ez, ahogy látható, ugye 13 cm-re jön ki, ha összeadjuk az összes minimális réteg vastagságot. Ehhez, hogyha hozzáadjuk még 18 cm-t, ugye a 15 és 20 cm között van, akkor 0,31-et kapunk. Jó, tehát
akkor ugye ez az egyszerű vasbeton lemezre vonatkozik. .031 lesz majd, de először rajzoljuk meg a hídpályaszerkezetnek a rétegeit, mind az egyszerű vasbetonlemez, mind pedig a szegélybordás vasbetonlemez esetén. Hogy történik ez? Ugye a belső síkja a kerékhárítónak egyszerű vasbetonlemeznél a most kijelölt függőleges. Tehát itt érdemes egy mérővonalat berajzolni. A fogóknál látható, hogy a végpont, metszéspont és az ortó fogó, illetve a merőleges fogó is be legyen kapcsolva. Tehát rajzoltunk egy mérővonalat ide. Húzzunk akkor párhuzamost a rétegeknek megfelelő vastagságban. A legalsó hídpályaszerkezeti réteg az egy 2 cm-es kiegyenlítő réteg. Tehát 0.2 2 cm, ugye százas méretarányban. Jó, egy kicsit ebbe bele kell most nagyítani. A következő az egy szigetelő réteg, aminek az összvastagsága, egy lemezes szigetelés, aminek az összvastagsága 1 cm. Tehát 0,1 cm-rel húzunk párhuzamost. Majd jön egy szigetelést védő betonréteg, ez már vastagabb, 4 cm-es. Majd erre a védő betonrétegre kerül ráépítésre az aszfaltréteg. A feladat megoldása során ennek az aszfalt rétegnek a vastagságát válasszuk a mintakeresztelvény tervezési feladat azon pályaszerkezet variációjának megfelelően, amelynél a AC alap rétegre csak egy egyszeres felületi bevonás kerül, tehát nem kerül rá még egy kopó réteg. Tehát az ott megtervezett AC alap betonréteg vastagságával válasszuk azonosnak ezt a felső réteget. Itt a mintafeladatnál ez 6 cm. Jó, így elérkeztünk a pályaszerkezet felső síkjához. Most tulajdonképpen a dőléseket kell itt meghatározni, hogy melyik rétegnek milyen lesz a dőlése. Ugye tetőszelvényt alkalmazunk a víz jó elvezetése biztosítására, ugyanis hosszesése a hídnak 0%, tehát fontos, hogy ez a tetőszelvény, ez a tetőszelvényen épüljön meg a hídpályaszerkezetnek a felső síkja. Nézzük meg itt a mintaszámításnál, hogy ezek milyen százalékok. A kiegyenlítő betonréteg ugye az 1,5%, szigetelés ugye erre kerül rá párhuzamosan, a védőbetonnal már kialakítjuk a végleges 3%-ot, és az aszfaltnak is 3% lesz a dőlése. Ugye azért 3%, mert ez AC alapréteg, amelyet egyszeres feletti bevonással látunk el, ebben az esetben 3% a kedvező dőlés. Jó, tehát akkor rajzoljuk be a dőléseket. Hogyan rajzolunk dőlést? Ugye relatív koordináta megadással, tehát az a kiegyenlítő beton szélétől indítjuk a 1,5%-os dőlésű vonalat, mégpedig úgy, hogy a kukac jel után beírjuk, hogy az X ehhez a ponthoz képest milyen távolságra kerüljön a pontunk, illetve magassági értelemben pedig ez 1,5 lesz. Ez lesz ugye a 1,5%-os dőlésű vonal. Ha ez a vonal megvan, akkor ezt másolni tudjuk, hiszen
A szigetelés az ezzel párhuzamosan kerül rá erre a rétegre. A következő 4 cm-es betonrétegnek a dőlése már 3%-os, tehát vonalrajzolás. Kukacjel 100, vessző 3. Megvan a 3%-os dőlés, és tulajdonképpen, mivel a 3%-os lesz a hídburkolatnak, hídpálszerkezetnek is a felső síkja, tehát a burkolati réteg, ezt is másolhatjuk. Tehát erre, ezzel párhuzamosan kerül rá építésre. Jó, ugye itt most a tengelytől túllógnak a vonalak, ezeket le lehet metszeni. És ugye a mintafeladatnál, ahogy számításoknál láttuk, ugye 18 cm-rel kerül ezen legfelső pálszerkezeti réteg teteje, tehát a burkolat felső síkjától, de 18 cm-re kerül majd a kerékhárító teteje. Tehát hozunk párhuzamost 1,8 autókedrajzi egységgel ezzel, és hogyha lemérjük, akkor a lemez felső síkjától ennek ugye 3,1 autókedrajzi egységnek kell lenni, tehát 31 cm-nek, ahogy a mintaszámításban látható is. Berajzolhatjuk a kerékhárító külső vonalát, illetve berajzolhatjuk a belső vonalát is. És itt a kerékhárítóban helyet foglaló mérővonalakat ki is törölhetjük. Itt egyszerű vasbeton lemez esetén a kerékhárító a lemez kiállványozása után utólag kerül ráépítésre, ezért ez az elválasztó vonal, ami ugye elválasztja a lemeztől a kerékhárítót, ez meg fog maradni. Nézzük a másik oldalt. Másik oldalon, ugye a szegélybordás vasbeton lemeznél már kimértük a szélességet, tehát tulajdonképpen itt is berajzolhatók a szerkesztő vonalak. És itt is akkor rendre rajzolhatjuk a párhuzamosokat. 0,2 a kiegyenlítő betonréteg, 1 centi 0,1 a szigetelés, négy centiméteres 0,4 autókedrajzi egység a védőbeton, és 6 centiméteres a védőbeton, 6 cm-es lesz pedig az aszfalt réteg. Jó, meg kialakultak akkor azok a pontok, tehát a kerékhárító belső síkján lévő szintértékek, ahonnan indíthatjuk a dőléseket. Egy kicsit belenagyítva jobban lehessen látni. Az első ugye a kiegyenlítő betonrétegnek a felső síkja. Itt figyeljünk ugye arra, hogy a koordináta, relatív koordináta megadásnál ugye mínusszal adjuk meg az x irányt, mínusz 100, vesző, viszont pozitív lesz a magasságkülönbség, tehát 1,5. A szigetelésnek a felső síkja az ezzel párhuzamos, tehát ezt lemásolhatjuk.
majd jön a kiegyenlítő beton, illetve védőbetonnak a felső síkja, az már 3%-os lesz. Kukac. Minusz 100, vesző, 3. Jó, és ezt is le tudjuk másolni. Mert ezzel párhuzamosan, vagy kerül ráépítésre az aszfalt réteg. Itt is vágjuk le a túlnyúlásokat. Metz. Abból adódik ugye a színkülönbség a két oldal között, hogy a hasznos szélesség ebben az esetben a szegélybordás vasbeton lemeznél, ha megmérjük a hasznos szélességnek a fele, az ugye 20 autókedre az ijegység, tehát 2 méter, ugye, tehát a hasznos szélesség összességében az 4 méter lesz, míg a másik esetben ugye 4 méter 30. Ugye más a hasznos szélesség, így máshova esik a pályaszint az egyik, illetve másik esetben. A pályaszintet egyébként, ahogy a közrebocsátott mintarajzon látható, ugye meg kell adni. Ugyanúgy a tárcsával, ugye ehhez akkor be kell rajzolni. Most az egyszerű vasbeton lemezhez rajzolom be. Portóval. És behívjuk a tárcsát méretfóliára. Jó, és akkor ez lesz a pályaszint. Szöveget másolunk. Ez lesz akkor a pályaszint. Nézzük meg, hogy mennyi is lesz a pályaszint. Le tudjuk mérni a magasságkülönbséget a szerkezet alsó élétől. Itt most egyszerű vasbeton lemez pályaszintje kell. 46 cm, tehát akkor 46 cm kell hozzáadni a 202-10-hez, tehát 202-56. Lesz a pályaszint. Itt még majd ki lehet egészíteni a tárcsáknak a vízszinteseit. Most ez nem tartozik feltétlenül a bemutatandókhoz, ezt mindenki majd megoldja. Ha ez megvan, tehát megvan az összes szint tulajdonképpen, akkor még a szegélybordás vasbeton lemeznél a kerékhárító az hiányzik. Ha itt is ugyanúgy választjuk meg a kerékhárító vastagságát, mint az egyszerű vasbeton lemeznél, akkor ugyanúgy párhuzamost kell rajzolni 1,8 autókedre az ijegységgel, nem a pályaszinttel, hanem az aszfalt réteg kerékhárító szél belsőségjánál lévő szintjétől, így tehát akkor tulajdonképpen azonos szintre került a két kerékhárító, itt is rajzoljuk be a lezáró vonalakat, kerékhárítónak a külső homloklapja, illetve a belső homloklapja. Jó,
És mivel a szegélybordás vasbeton lemez abban különbözik az egyszerű vasbeton lemeztől, hogy a kerékhárító tulajdonképpen egy szegélybord, illetve szegélykonzol részből áll, és egybe vasalva készül a lemezzel. Tehát nincs elválasztó vonal a lemez és a kerékhárító között. Belső oldalon kell metszeni. Jó. Illetve a szerkesztő vonalakat is kitörölhetjük. Jó, a pályaszintet jelölő vonal ugye a tárcsa berajzolásához kellett. Ezt kitörölhetjük, mert ez csak itt zavar bennünket. Jó, tehát tulajdonképpen kialakult a két oldalon a lemez és a ráillesztett kerékhárító a rétegekkel. Ugye itt a beméretezésre kell majd odafigyelni. A bemutatott mintarajzon, vagy a rendelkezésre bocsátott kész mintarajzokon lehet látni, hogy hogy helyezkedjenek el a méretek. A méretezést pedig már, ugye, hogy hogy kell végezni már az előző fél évben. Ugye mindenki elsajátította, tehát én a méretezéssel nem fogok foglalkozni. Jó, rajzoljuk még be a vasbeton lemezt alátámasztó hídfőnek a függőleges vonalát. Mind a két oldalon. Illetve rajzoljuk be, ahogy jeleztem a ismertető elején, a csatlakozó útnak tulajdonképpen, tehát a híd előtti töltésben lévő szelvényét. Ehhez éressük el a burkolat felső síkjával a kerékhárítón külső homloklapját, illetve rajzoljunk egy függőlegest a lemez szél pontból kiindulóan. Így a kerékhárítóban kimetsződik az a pont, amelyik a csatlakozó út koronaszél pontja. Természetesen van némi különbség, hiszen a csatlakozó út patka dőlése az ugye nagyobb, mint a burkolat dőlés. Ezt a magasság különbséget, ugye amíg centibe kifejezhető, azzal itt a híd esetében külön nem foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen, mivel a hosszesése a hídnak 0%, amit most kiszerkesztettünk két egyenesnek a metszés pontjaként, ugye az egyben a koronaszélnek tekinthető, az csatlakozó koronaszélnek tekinthető. A rézsű a szemcséstalaj esetén 6/4, a feladatok zömében lesz 6/4 lesz mindenkinél zömében. Tehát egy 6/4-es rézsűt fogunk rajzolni, de a szerkesztő fóliára. Jó, 6/4, tehát vízszintes értelemben x irányba 60 egységet kell menni, de mínuszban. És y irányban is mínusz 40. Jó, tehát ez egy 6/4-es rézsűnek megfelelő vonal. A terepszintig fog tartani, tehát akkor itt le is metszhetjük a terepszint vonalával. És tulajdonképpen a másik oldalon is ez kiszerkeszthető, ugye nem lehet ezt letükrözni, mert a másik oldalon a szegélybordás vasbeton lemez esetén a burkolat felsősége nem egészen oda esik. Itt tulajdonképpen eljárhatunk úgy is, hogy a hosszabbítással meghosszabbítjuk mind a két
vonalat, és akkor innen indítjuk a rézsüt. X irányban plusz 60, Y irányban pedig mínusz 40. Jó, és itt is lemetszük. Jó, tehát tulajdonképpen, ha most itt eltekintünk a hídkeresztmetszet, vagy a vasbeton, monolit vasbeton lemez, illetve rajta ráhelyezett kerékhárító rajztól, akkor tulajdonképpen kirajzolódik a csatlakozó útnak a töltésben lévő keresztszelvénye. Ezt a pontot egyelőre hagyjuk is meg, és ugyan a kerékhárítóba foglal helyet, tehát igazándiból csak a szerkesztéshez használjuk, amúgy egyébként nem látszana, de most a szerkesztéshez hagyjuk meg. Itt is akkor a felesleges részeket metszük le. Jó, akkor tulajdonképpen a szerkezeti kialakítás tervezésében eljutottunk oda, hogy a szélessége a hídunknak, szélességi, vagy a keresztmetszete a hídnak, az kialakult, mind a két esetben, egyszerű vasbetonlemezés, szegélyvordás vasbetonlemez esetén is. Tulajdonképpen egy dolog hiányzik még a keresztmetszetből, ez pedig a korlát. A korlát, amelynek a magassága az 90 centi a kerékhárító felső síkjától, tehát hozzunk párhuzamos 9 autókerrajzi egységgel. A bal oldalon, ugye az egyszerű vasbetonlemez esetén, ugye azt mondtuk, hogy a kerékhárító külső homloklapjára lesz ez rá csavarozva, tehát most a vonalrajzolással a kerékhárító külső síkjától rajzoljunk egy függőlegest az ortóval. A vastagsága az lehet 5 centi, tehát 0,5-del húzzunk párhuzamost ezzel. Éressük el ugye a korlátnak a felső lezáró vonalával a külső vonalat, metsz parancssal töröljük ki a felesleges vonalakat, jó, illetve ez a korláttartó oszlop akar itt lenni, tehát a kerékhárító alsó sarokpontjából, hogyha indítunk egy 1:1-es rézsűjű vonalat, mínusz 1, vesző, ugye pluszba megyünk fölfele, plusz 1, eléretjük ezt a vonalat, és a metsz parancssal le is metszük a felesleges részét. Akkor így néz ki az egyszerű vasbetonlemeznél a korláttartó oszlop. Hogy néz ki a másik esetben? Tulajdonképpen a belső síkja a korláttartó oszlopnak az megegyezik a lemez külső szélével, tehát innen indítunk egy függőleges vagy szegélybordásos betonlemez esetén. Tehát ez lesz itt a külső, vagy a belső síkja a korlátnak.
ez most így még nem megfelelő, mert át kell mozgatni. Helyére. Itt a szegélybordás vasbeton lemez esetén a korláttartó oszlop az be van betonozva, tehát itt eléretjük berajzolt vonalat, nagyjából ilyen 15 cm-nyi mélységben legalább kerüljön beépítésre. Jó, tehát a korláttartó oszlopunk is elkészült. A méretezés hiányzik már csak, ugye ez pedig a mintaraj szerint elvégezhető. A következő lépés az az, hogy a hosszmetszetre térünk rá. A hosszmetszet szerkesztésének első lépése az, hogy a hídnyílás felével húzunk párhuzamost a oldalnézetnek a tengelyével. Ez az esetünkben ugye 4 méter 10 centi, tehát 2 méter 5 centivel, tehát 20,5-tel húzunk párhuzamost. Ez tehát kijelöli a hasznos szélességnek megfelelő távolságot. Nézzük meg, hogy akkor hogyan rendezhető át azok a vonalak, amik a továbbiakhoz szükségesek. Van egy ilyen fólia, hogy vetít. Tehát szükséges nekünk a szerkezet alsó éle, vagyis a lemez alsó síkja, ortó be van kapcsolva, merőleges a tengelyig, és szükségeltetik még a lemeznek a felső síkja. Átvetíthetjük még a terepszintet is. Mederfenék szintet is, alapozási síkot is. Jó, és akkor szerkesszük meg a hídfőt. Sújtámfalszerűen kialakított hídfőről van szó, tehát azt fog mindenki tervezni, hogy milyen lesz majd a pontos keresztmetszeti kialakítása, az ellenőrzéskor fog majd pontosodni. Most így első lépésben mindenki a most bemutatandó méretekkel rajzolja meg. Mitől függ, hogy mennyi lesz a sújtámfal szerűen kialakított hídfőnek a koronaszélessége, ugye, mert azt kell meghatározni. Hát az befolyásolja, hogy mennyi a mederfenék szint és a szerkezet alsó éle szint, illetve az alapozási sík teljes felmenő falazatnak a magasságától függ, tehát az 200 a mederfenék szint 202,10, tehát 2 méter 10 centi a felmenő falazatnak a magassága. Egy táblázat segítségével tehetjük meg azt, hogy meghatározzuk a koronaszélességét a hídfőnknek. Ezt fogjuk most látni. Tehát 2 méter 10 centi az a 2 méter, és a 2 méter 20 centi között foglal helyet pontosan a felében. Tehát, hogy a 2 méterhez a 0,66 K0 koronaszélesség tartozik, a 220-hoz pedig a 0,68, akkor 0,67-nek kell választanunk, tehát így interpolálni kell majd mindenkinek a saját felmenő falazat magassága szerint. Tehát ez a táblázat, az egyes számú táblázat használható erre. Jó, tehát párhuzamost kell akkor húzni 0,67-tel, tehát 6,7-tel.
Ez kijelöli a hídfőnek a koronaszélességét, tehát tulajdonképpen ezáltal, hogy ezt megrajzoltuk, akkor be is rajzolható a szerkesztfóliára a lemez. Így. És megszerkeszthető a hídfő. A belső homloklapnak a dőlése az 1:10 dőlésű, tehát vonalrajzolás. Most a belső sík fog következni. Kreatív koordináta megadás, tehát kukac. X irányban mínusz 1. És X irányban, vagy Y irányban pedig 10. De ez is mínusz 10. Jó, így megkaptuk ezt az 1:10 dőlésű vonalat. Meddig kell ezt meghosszabbítani? Ezt a mederfenék szintig kell. Mederfenék szint alatt foglal helyet az alaptestje a hídfőnek, tehát a felmenő falazatot is innen számítottuk. Jó, nézzük a hátfalát a hídfőnek. Ez pedig 5/4-es, 1/5-ös, bocsánat, 1/5-ös dőlésű, tehát akkor a kukac után mondjuk itt legyen 10, lesz mínusz 50. Jó, tehát ez az 1:5-ös dőlés, lemetszük a felesleges vonalat. Jó, tehát megvan a hátfal, homlokfalunk a hídfőnél. Az alaptest, pedig a felmenő falazat alsó sarokpontjától még 15 cm-rel lóghat minimum, illetve maximálisan is ki. Tehát rajzoljunk be akkor ezektől az alsó sarokpontoktól ortóval függőlegest. Majd húzzunk párhuzamost 1,5 autókedrajzi egységgel. Jó, most már kitörölhetjük a mérővonalakat. Kitörölhetjük a korábbi mérővonalat is, berajzolhatjuk a hídfőnknek az alaptestjének felső síkját, alsó síkját. És tulajdonképpen megtehetjük azt, hogy letükrözzük a tengely segítségével, tehát tükröz. Nézzük meg. Jó, így kialakult akkor a hosszmetszet. Tulajdonképpen itt az egyes síkokat meghosszabbíthatjuk. Illetve berajzolhatjuk az áthidalt akadálynak a keresztmetszetét, tehát hogyha ez egy vízfolyás, akkor a vízfolyásnak kell az alsó meder fenék szélességét, illetve a külső partélt berajzolni. Tehát ehhez húzzunk most párhuzamost, ez tetszőlegesen választható meg. Én most jobbra-balra 10-10 autókedrajzi egységet fogok berajzolni, mint a vízfolyás keresztmetszetének, vagy a medének az alsó fenék síkja, és 4/4-esre választom a rézsűjét, hiszen csak 50 cm-es színkülönbséget vettem fel
a mederfenék szinttől a terep szintig. Jó, és akkor azt jelenti, hogy egy és fölfele is egy megadandó érték. Terepszintet érhetjük el. Tulajdonképpen ez a ide is egy szerkesztő vonal rajzolható, hogy kialakuljon akkor a végleges terep, illetve meder vonal. Le is tükrözhetjük. Illetve berajzolhatjuk a másik oldalra is a terepvonalat. Jó. Tulajdonképpen a szerkesztés bemutatása volt a lényeg, ez így elkészült. Itt a méretezések hiányoznak még, az, ami a mintaraj szerint megoldható. Fontos, hogy ez az első szerkezeti kialakítás bemutató rajz, illetve a szerkezeti kialakításnak 1000 rajza, ez pontos legyen, mert az összes további számítás az ezen fog alapulni. Jó munkát a szerkesztéshez.